Jó estét kívánok, ez a 48 perc az m 1 és a híradó.hu hírháttérműsor, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk ezen a héten is. Én Lánci Tamás vagyok a műsor házigazdája. Ma esti adásunkban beszélünk többek között Karácsony Gergelyt körülengő politikai korrupciós ügyekről, a brüsszeli migrációs paktumról és a svéd banda háborúkról. Előjáróban annyit azért elárulhatok, hogy nem az evangélikus gyülekezetek úrottak egymásnak. Vendégeim ezen a héten Kiszeri Zoltán, Kulifai Máté és Szikra Levente. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, kezdjük Köszönöm. is neki. A Péter még tavaly szólt el magát, hogy Karácsony Gergely mozgalma, a 99 mozgalom 500 millió forintot kapott. Innentől kezdve a főpolgármester egy ilyen veszőfutásba kezdett. Először azt mondta, hogy ő, hát tulajdonképpen nem kaptak külföldről semmilyen támogatást, és ez nem is lett volna helyes. Aztán azt mondta, hogy hát, módosított, azt mondta, hogy kap, voltak ilyen adomány, adománygyűjtő ládák, és akkor ebbe gyűltek a kis forintok. kiderült, hogy hát ebben nem forintok kerültek zömmel, túlnyomó részt, ugye, hanem eurók, fontok, dollárok, és ráadásul nagy címletek, ráadásul olyan címletek, amik a sorszámok egymást követték, tehát nem, nem túl életszerű, hogy ezeket átlagemberek adták volna össze, akkor a főpolgármester megint módosított, és azt mondta, hogy nem kicsi, hanem nagy ládákba gyűltek ezek a nagy pénzkötegek. Aztán, aztán azt is elmondta, hogy hát Magyarországon egy csomó gazdag ember van, ez is egy meglepő dolog, nem? Mert eddig úgy tudtuk az ellenzéktől, hogy Magyarországon nyomor van, de kiderült, hogy nagyon sok gazdag ember van, és ők euróban tartják a pénzüket, és hogy ezért jött össze ennyi külföldi címlet. Na, most azt nézem, hogy az ellenzéki sajtó azzal próbálja mentegetni a főpolgármestert, hogy hát ő igazából nem is tudott arról, hogy ott mi zajlik a pénzügyekkel, ő nem foglalkozott. Na de ha nem foglalkozott pénzügyekkel, akkor miért nyilatkozott erről egyfolytában? Akkor miért nem hárította a kérdést azzal, hogy elnézést, de ez nem az én volt, én ezzel nem foglalkoztam. Mit gondoltok? Hát itt egy óriási kérdés ez, hogyha a Karácsony Gergely akart lenni a miniszterelnök, akkor annyira nem tudja, hogy alatta egy szinttel, hogy működnek az események, azért a tud lenni. Meg itt szerintem a legnagyobb kérdés az az, hogy külföldről folyt be az ellenzék kiválasztási kampány finanszírozásának a túlnyomó része. Az hogy lehet az, hogy nem, tesz, nem merül fel az a kérdés, hogy külföldi adományozók esetében vajon milyen ellentételedést vártak volna el? És nekem szerint itt, itt, hogyha már karácsonyt emlegetjük, akkor szerintem a legérdekesebb momentum a visszalépése kapcsán ami mire talán a mai napig nem született értelmes magyarázat, hogy hogy létezik az, hogy váratlanul az esélyekkel szembe menve karácsony egyszer csak visszalépett. És én, ha lehet ilyen sejtéseket is megfogalmazni itt a műsorba, nem összefüggés van a között, hogy különböző tehát milyen próbálod, van. Tehát azt próbálod itt sejtetni, vagy állítani, hogy azok, akik a pénzt betették a kampányba, egy másik szereplőt láttak volna szívesen a színpadon, nem karácsonyt, ezért leszették, és helyette indították mondjuk már Hát én ilyen híreket hallottam, de nyilván ezek nem megerősített hírek, meg, meg az döbbenetes számomra, hogy amerikai demokrata körökhöz, demokrata párt közeli körökhöz futnak vissza mind a Márkizai féle finanszírozásoknak a szálai, mint pedig a 99 mozgalomnak egyes szálai, és ez egy picit aggasztó, hogy ahhoz képest, hogy megválasztották főpolgármesternek, a budapestieknek a sokasága karácsonygerget. Ennek ellenére külföldről úgymond még az ellen, ellenzéki választók feje fölött is történt egy ilyen benyúlás hogy mégis lefették a, a, a saktábláról Van logika abban, amit mondasz, Máté, mert ha megnézzük a globalistáknak a receptjeit, azokat a kampányforgatókönyveket, amiket így utólag összerakhatunk, akkor valóban van egy olyan minta, hogy a térségünkben, a fővárosokban általában liberális, globalista, háborúpárti főpolgármesterek vannak. A Varsóban is ez volt, és a lengyel elnökválasztáson a Varsói főpolgármester nagyon megszorongatta Andrzej Dudát, az ottani patrióta pártnak a jelöltjét, 49-51 arányban, tehát 51 arányban, a nyert Andrzej Duda a legutóbb. És ugye van egy ilyen, hogy a, a főváro, főpolgármestert indítják. De a mi térségünkben azért az elmúlt időszakban azért jobbra tolódott a társadalom, és ha megnézzük, ami Izraelben volt, ami Szlovákiában, Csehországban, ott a Szivárvány Koalíció élén nem egy liberális főpolgármester volt, hanem valamilyen magát jobboldalinak mondó politikus vagy figura. És hát ez, ez is egy ilyen logikus magyarázat lehet arra, hogy hát a, a szponzorok azt láthatták, hogy hát nem a liberális főpolgármester tudja megszólítani az idézőjelben kiábrándult fideszes szavazókat, hanem egy magát jobb oldalinak mondó, vagy úgy beállító ember. Ez az egyik része, tehát van ebben logika. Ami nekem itt érdekes, amit mondtál, másik gondolat, hogy nem tudja, mi történt alatt. Tehát azt se tudta, amit a hangfelvételen, ugye anonymus elmond, el, ki, a nyilvánosságban, hogy, hogy úgy ültetik a fákat a Városházparkban, hogy közé még beférjen egy épület szárny, ugye, hogy, hogy ezek szerint, vagy azt is mondta, hogy nem emlékezett rá, vagy ő ezt nem tudta. Egy szempontot még hadd hozzak föl, ami még nem forog annyira a magyar sajtóban, de hát ez a hatóságoknak a dolga. Ugye eddig, eddig, tényleg, hogy mondtad Tamás, hogy forintról volt szó, most tudjuk, hogy, hogy, hogy és angol fontról van szó. igazából, ugye, ha jól ismerem az uniós szabályokat, akkor csak 10 ezer eurót lehet készpénzben áthozni a határon. Minden, ami 10 ezer euró fölött van, az be kell vallani. Hiába van Schengeni övezet, hiába lehet jönni menni, 10 ezer eurónál nagyobb összeget vámnyilatkozatban kell, pont a pénzmosás elleni törvények. A, a Tehát a itt ezért... Van egy másik kérdés, ugye azt tudjuk, hogy egy Második kerületi baloldali eh, önkormányzati képviselő, nevezett Perjes Gábor, a párbeszédnek a képviselője, beballagott egy OTP fiókba, és ezt a pénzt, ezt a fél milliárd forintot szépen berakta. Ugye ezek most már tudjuk, hogy ilyen kötegelt nagy csomagokban lévő pénzek voltak. Hogy ott akkor a pénztáros kisasszony miért nem jelezte, hogy itt azért ez furcsa, azt nem tudjuk. De azt tudjuk, mert a, rendőrség, a rendőrségnek a nyomozati anyagából ez most már kiderült, hogy egy hamis nyilatkozatot, hamis nyilatkozattal vitték be, gondolom, felteszem, nem tudjuk pontosan, de ugye egy adománygyűjtő nyilatkozotta, hogy ezt ilyen átlag emberektől szedték be. Most már föl kellett volna, hogy tűnjön, hogy ez, ez lehetetlen. Tehát, Igen. Egyébként jegyzőkönyvet felvettek erről a befizetésről, hogyha jól él, olvastam a sajtóban, tehát valamilyen szinten mégiscsak feltűnt, de valóban az OTP akkor még nem tett lépéseket, és most megszületett ez a feljelentés. Én Zoli annyival szólnék hozzá az általad elmondottakhoz, hogy egyébként a Varsói főpolgármester is magát jobboldalinak nevezi, hiszen ő a polgári platformnak a tagja, amelyik az Európai Néppártnak a tagja Lengyelországban, és ő, ez a párt is ugye saját magát konzervatívként azonosítja. Más kérdés, hogy tartalmát tekintve semmi sok, nem sok konzervativizmust találhatunk meg ebben a pártban, ugye ez Donald is a pártja és a, és a lengyel jobboldali kormányfő ellenfele. A másik dolog, amit szeretnék megegyezni, hogy karácsony Gergely valójában a városvezetést is ugyanígy kezeli, ahogy itt a nyilatkozatában mondta, hogy pénzügyekkel nem foglalkozik, tehát a városnak a pénzügyével se foglalkozik, és látható, hogy alatta a városnak a költségvetése az igencsak csak egy ilyen hibát? Ha azt mondja, hogy nem foglalkozik pénzügyekkel, hát itt van egy fél tucat nyilatkozat, amikor Részletesen beszél arról Karácsony Gergely, hogy hogyan került be ez a retten, rettentő mennyiségű pénz az ő kampányába. És persze aztán minden állításáról tételesen kiderült, hogy nem igaz. De akkor miért nyilatkozgatott ilyeneket? Meg egy, ez egy előválasztási kampány volt, ezt ne felejtsük el. Tehát ugye két két külföldi támogatási körről beszélünk. Volt egy, amikor az előválasztási kampány során karácsonyt megtámogatták ezekkel a kötegelt, szép sorban, tárolt tárolt mikroadományeurókkal, és volt a másik eset, amikor meg az ellenzéki nagy kampányt támogatták meg az országgyűlési választáson, tehát az volt ugye a dollár baloldal botrány. Egyébként ennek a pénznek mi lett a sorsa? Szerintetek elégett ott a 99 mozgalomnak abban a néhány hetes kampányában, vagy vagy maradt belőle valami? Ugye pont ez is az OTP feljelentéséből, a médiában megjelent információkból ismert, én is ott olvastam, hogy amikor ez a, a Pélyés Gábor, ez a párbeszédes politikus befizette ezeket a mikroadományokat, hogy jellemzően, vagy nagyon sok esetben, már a következő napon egy hasonló összegű utalás indult ehhez a körhöz, ugye itt a Datadat csoportot nevezik meg, hogy az ő egyik másik cégéhez történt nagyjából azonos összegű utalás, tehát adja És magát... érdekes, hogy... ugye ennek a Datadatnak az egyik prominense, alapítója, működtetője, ez egy szövevényes cégcsoport, de az egyik ugye ez Bajnai Gordon. És mit tesz Isten, ez a Perjés nevű ember, pont a Wallis-nál, Bajnai Gordonnak a cégénél dolgozott korábban. És a párbeszéd, ha már itt Perjes Gábor szóba került, a, ami a párbeszéd eleve azért szakadt ki az hogy Bajnai Gordonnal együttműködhessenek. Tehát <laughs> valóban elég sok, feltűnően sok az összefüggés, de a legnagyobb magyarázati igény szerintem az továbbra is azt illetően van, hogy ezek a készpénzek ezek miért ennyire sértetlenül, érintetlenül érkeztek meg, és hát pontosan honnan is kitől érkeztek. Hát én egyébként azt sejtem, csak hogy válaszoljunk arra a kérdésre is, hogy karácsony vajon kommunikál, Egyszerűen van egy közös csoportuk valószínűsíthetően, ahol van egy hivatalos kampányüzenet, hogy ezt hogyan kell megmagyarázni ezeket a pénzügyeket, és nyilván valószínűsíthetően Karácsony Gergének sincs teljes rálátása arra, hogy milyen pénzek és hogy hogy mozogtak, ezért uh, hogyan derülnek ki a sajtóban Az információk, úgy kell folyamatosan módosítani a választ erre vonatkozóan. Ugye emlékeztetjük a kedves nézőket, hogy azért itt folytak be, azután is komoly adományok, hogy visszalépett Karácsony Gergely, és azután is, hogy elveszítették a választást, tehát ez egy totális abszurd helyzet, tehát én nem csodálkozom, hogy Karácsony erről tulajdonképpen alig tud valamit. Hát sok, vér, sok sebből vérzik ez a történet, ugye a a nyilvánosságra hozott egyik jelentésből derül ki, hogy ez az Action for Democracy az amerikai törvények szerint, az, adó törvények szerint 501-es paragrafus szerint bejegyzett szervezet, ez a, és akkor ha megnézzük Márki Péternek vagy Korányi Dávidnak másoknak a nyilatkozatait, ha álmukból fölébresztik őket, elsőként mindig azt mondják, hogy mi kultúra vagy, vagy, vagy ilyen közvélemény tájékoztatására használtuk ezt a pénzt, ugyanis az adó törvényben Amerikában ezt a pénzt ugye erre lehet használni, hogy még adókedvezményt is adnak érte, akkor az még csak egy plusz bónusz. De itt az a lényeg, hogy ugye ez az egyik része, hogy az amerikai törvények szerint, amennyire ismerem, és Donald Trumpot is ezzel vádolták, amikor a prostituáltal peren kívüli egyességet kötött, hogy ezt a pénzt a kampánykasszájából költötte, vagy a magán vagyonából, A magán vagyonából rendben van, ha a kampánykasszából nincsen rendben, illetve volt-e egyeztetés a kampány és az adományozók között, tehát hogyha elnök a, a, a elnökjelölti kampányára gyűjtött pénz elköltése. Tehát itt nagyon sok olyan kérdője van, ami nem csak az európai, vagy a magyar jog szerint van, hanem esetleg, ha kiderül, hogy ez az Action for Democracy mondjuk az ellenzék kampányát finanszírozta, amit ugye Márkizai Péter kijelentéseiből, hát ha így olvassuk, úgy olvassuk, ő azt mondja, hogy csak formálást vagy közvéleménytájékoztatást folytattak, de hát azokon a plakátokon, ugye hiába az ő mozgalmának a neve volt, de hát pont ugye a kampányidőszakban tört. És Ami fontos, ezek külföldről érkezett pénzek, tehát próbálják itt ezt így, így relativizálni, próbálják ezt a botrányt egy, azzal elkenni, hogy más magyarországi szervezeteket állítanak szembe a, 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 ezzel az érdekkörrel, amely külföldről kapott pénzt, azokat, akiket nevesítenek, ők Magyarországról kaptak pénzt. Ez egy nagyon fontos különbség. Egy utolsó a gyűrődésmentes pénzekhez, hát adja a gyanú, hogy 10 ezer eurónál többet csak bevallással lehet áthozni az unió tagországai között is, hogy akkor lehet, hogy ezt nem úgymond a londoni magyarok hozták, vagy mondjuk a, 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 az amszterdami magyarok, hanem egy diplomata autó hozta, mert ott nem kell a diplomata autónál nyilatkozni, hogy 10 ezer eurónál több van-e és ha megnézi az ezt a 19 befizetést, amit a nyilvánosságra hozott jelentésekben olvashatunk, ezek messze több, mint 10 ezer eurós értékben történtek. Na most ugye több feljelentés is történt, elindult a nyomozás, ugye költségvetési csalás, pénzmosás és okirathamisítás ügyekben. És ezért ezek eléggé, tehát ezek a nyomozások eléggé közel, ezek a villámok eléggé közel csapkodnak a főpolgármesterhez. Ja, nézem Gyurcsány Ferencnek a nyilatkozatait, akkor abból azért számomra az derül ki, hogy a DK is nézi, hogy ez az ügy ez merre tart, és hogy mennyire fog Karácsonyra ráégni. Szerintetek előfordulhat-e az, hogy a DK mondjuk egy ponton úgy dönt, hogy akkor ő gyakorlatilag kiáll Karácsony -Gergely mögül, és nem őt fogja indítani a jövőre esedékes önkormányzati választ. Szerintem a DK nem erre játszik, szerintem a DK arra játszik, hogy a kerületi polgármester jelöltek közül minél többet ő állíthasson, mert neki nem az az igazán fontos, Gyurcsány Ferencnek nem az az igazán fontos, hogy kiül a főpolgármesteri székben, hanem az, hogy milyen közgyűléssel dolgozik együtt ez a főpolgármester. Tehát, hogyha a DK sokkal több polgármesteri helyet tud szerezni, mint most, már így is ugye a DK a legnagyobb frakció a fővárosi közgyűlésben az ellenzéki pártok közül, de hogyha még több helyen megszerzi a polgármester jelölti a aztán a reményeik szerint a polgármesteri tisztséget is, akkor értelemszerűen az akárki is lesz a főpolgármester, legyen az Karácsony Gergely vagy bárki más, az a DK frakció nélkül lényegében semmilyen intézkedést nem tud meghozni, vagy semmilyen módon nem tudja a várost irányítani. Tehát én azt gondolom, hogy a DK-nak az kisebb érdeke, hogy elindítson valakit karácsony. Ez egy szimbólum, szemben. nem? Tehát azért a főpolgármester mégiscsak közvetlenül választott egy kétmilliós világvárosnak az élén van. Ez egy, ez, egy, ez egy szimbolikus pozíció. Azt nem állítom, hogy semmiképp se tennék meg, tehát uh -huh. azt állítom, hogy az elsődleges céljuk nem ez. Uh -huh. De ezzel együtt, hogyha megérzi a vérszagot Gyurcsány Ferenc, akkor persze simán benne van. Tehát a kérdés az, hogy mennyire gyengíti meg Karácsony Dérgájt ez a botrány, hogyha nagyon, akkor nyilván meglátja a megnyíló utat Gyurcsány Ferenc is, és akkor állít egy saját jelöltet, hogyha nem így van, akkor pedig neki az is jó, hogyha a kerületi szinteken át, átveszi az akaratát. Nem hálás feladat azért szerintem főpolgármesternek lenni, tehát az kényelmes pozíció, hogyha szükség van valamiféle helyi beruházásra vagy döntésre, akkor a közgyűlésen keresztül, keresztül lehet ezt vinni, de az, hogy az összes, az ostor végső soron azért a főpolgármesteren csattan, az egy kényelmes pozíció gyurcsányék számára. Ha ők elindítanak egy ellenjelöltet, már pedig én szerintem a Fidesz is erre vár, hogy mi van, hogyha a gyurcsányék elindítanak egy ellenjelöltet, akkor viszont benne van a pakliba, hogy akár ismét Fideszes polgármesterre, vagy hogy mondjam, nem ellenzéki polgármestere lehet Budapestnek. Én ezzel egyetétek, abban egyetétek Leventi, hogy az A-terv biztos a saját főpolgármester jelölt, mert hogyha egy olyan szemét választanak, akkor föl tudják esetleg építeni a város élén 2026-ra. És ugye Gyurcsány Ferenc elmondta egy Tehát Megcsinálják azt, amire egyébként a karácsony készült a 22-es választások során, csak elbukott. Ugye Gyurcsány Ferenc mondta is, hogy, hát a főpolgármesternek nem az a dolga, hogy alkudozzon a kormányal, meg működtesse a város, hanem hogy konfrontálódjon, ha jól idézem a szavait. Tehát ilyen szempontból a az, amit mondtál valóban, hogy a közgyűlési többséget megszerezni, a kerületek többségét megszerezni, a megyei jogú városok többségét megszerezni. Ugye ezt írtam 21. februárjában a Mozgástérblogon, a Stálin nem indul az előválasztáson, mert Stálin ugyanezt a stratégiát követte, míg a többiek veszekedtek a, a, miniszterelnöki pozíción, ő maradt pártfőtitkár, és aztán végül a pártfőtitkári pozíciót erősítette meg. E, e, aki tanult a munkásmozgalom történetét, ugye még annak idején, az biztos tudnak párhuzamokat találni. Szovjetunió biztos munkatársaitól az Unió biztosai felé kanyarodunk. Van egy Ilva Johansson nevű belügyekért felelős uniós biztos, aki csütörtökön, múlt hét csütörtökön örömmel jelentette, hogy lényegében megvan az új migrációs paktum. Két ország makacskodik, Lengyelország és Magyarország, de nem kell egy hangú döntést hozni a migrációs kvóták és migráns paktum ügyében, tehát ő gyakorlatilag úgy veszi, hogy ezt a ezt a paktumot még ebben az évben el fogják fogadni. Na most, nem belemen van részletekbe. Miről szól ez az egész? Lényegében arról, hogy kötelező szétosztási, migráns szétosztási rendszer lesz. Egy, aki pedig nem fogad be, az pénzbüntetést kell, hogy befizessen az unió kasszájába. Na most ez kísértetésen ugyanaz a terv, amit 2015-ben Soros György megírt. Amikor arról beszéltünk mi jellemzők, hogy van egy soros terv, az pedig a betelepítés terve, hogyha nem vagy hajlandó betelepíteni migránst, akkor bizony pénzbüntetés lesz, ő azt hiszem 15 ezer eurót javasolt, most ez 20 ezer euró. Szóval akkor mindenki nevetett. Akkor azt mondták, hogy hát ez egy összeesküvés elmélet. És most tessék, itt van, és gyakorlatilag karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy ezt az Unió átnyomja. Gondolom, tudatosan nem mondtad a nemzetiségét ennek az Európai Uniós biztosnak, mert ezt a későbbi csattanónak, vagy feldobott magaslabdának labdának szántad, de ugye ő Svédországból érkezett ezt azért mondjuk el a nézőknek. Svédországgal fogunk még foglalkozni. Fogunk Igen, még foglalkozni, mert Svédország, volt Svédország valóban azóta is a migrációnak a gyümölcseit és számtalan előnyét élvezi a hétköznapokban, amit ugye több száz lövöldözés szegélyez. Tehát valóban ez a migrációs kvóta, ez rendszeresen időről időre előkerül. Megjegyzem, bár ezügyben talán vitatkozni is tudunk, hogy ez most egy hiba volt, vagy egy tudatos stratégia, de az, hogy a lengyel választási kampány időszakában hozzák fel újra ezt a témát, az azt gondolom, hogy segít a lengyel kormánypártnak, hiszen Lengyelország egyértelműen elutasítja ezt a migrációs kvótát, és a lengyel társadalom többsége is. És Szlovákiára ugyanígy igaz, hiszen Ficó is gyakorlatilag azzal nyerte meg a választást, jelentős részben ezzel nyerte meg, hogy a kampányának a központjába helyezte a migráns kérdést. Így van. Én egyébként uh, annyiban még rosszabbnak is tartom ezt a tervet, mint a 2015-ben már egyszer elutasított tervet, hogy most jobbnak tűnik. Tehát eladják azzal, hogy nem kötelező a befogadás, mert akár pénzzel is meg lehet váltani a szolidaritást. Ez valójában ugye azt jelenti, hogy aki nem fogad be, az pénzbüntetést fizet, csak, csak tudnak azzal érvelni, legalábbis egészen addig, amíg valaki fel nem hívja a figyelmet az ellentmondásra, hogy ez valójában nem kötelező kvóta. Tehát uh, ugyanazt a tervet próbálják egyre durvább léptékben átültetni, és ez ugye milliárdos nagyságrendű fizetési kötelezettséget jelentene Magyarország számára. Miközben Magyarország egyébként már több száz milliárd forintot költött a Schengeni külső határok megvédésére, tehát ugye európai kötelezettségeinket teljesítjük, és közben egyébként Brüsszel tartozik Magyarországnak sok milliárd euróval, tehát amellett, hogy nem fizetik meg a nekünk jogszerint járó pénzeket, még a migrációs politikánk büntetéseként további pénzeket akarnak tőlünk elkerni, érzek itt némi igazságtalanságot. Tamás, a hogy a lengyel és a szlovák választások előtt ez igaz, de az időtervetők úgy nézik, hogy 24-ben lesz európai parlamenti Aram. választás, a belügyi és igazságügyi tanács júniusban már elfogadta többségi szavazással ezt a szabályt, és hogy nekik még ezzel az európai parlamentel kell lesz szentesíteni feltétlenül januárban vagy februárban, de még a következő európai választásokon. Ez a se Tehát ez, ez azért, azért erőltetik, mert ez mondjuk nyugat-európai füleknek, választói füleknek, ez egy kedvező, mert ők úgy érzik, hogy ezzel a paktummal meg tudnak szabadulni egy csomó migránstól. Ez erről szól a történet? Én szerintem egyébként másról, legalábbis ami kiszivárgott erről a hát vitának nem nevezhető tárgyalásról, ami kb. 20 percig tartott legalábbis a Létvári Bence erről számolt be valamelyik tévéműsorba, hogy a németek, franciák felszólaltak, majd a lengyelek és a magyarok is mindenki más csöndbe végighallgatta, hogy mi történik, hogy ott például azzal érveltek, hogy van egy aggodalom, hogy 2024-ben a populisták, a gonosz populisták kerülnek majd hatalomra, és sokkal nehezebb lesz majd egy ilyen paktumot átvinni majd akár Európai Parlamenten is, és más intézményekben is, ezért gyorsan el kell fogadtatni ezt a paktumot, hogy még a változások előtt ez keresztül menjen. Ami támomra ugye megdöbbentő, mert ez azt is veti fel, hogy hiába akarja ezek szerint az európai polgárok egy jelentős része azt, hogy ezt a tervet söpörjék félre az útból, és ne fogadják el, mégis ez a brüsszeli elit a fejükön átnyúlva akarja ezt gyorsan elfogadtatni bocsánat, ide még egy másik oldali álláspontot behoznék abból a szempontból, hogy a kérdésedre válaszolva vannak olyan körök, nem is többség feltétlenül, de például a Németországban, ezt Zoli is meg tudja erősíteni, a német zöldek ezt a javaslatot, ezt egy szigorításként értékelik, és, és azon vitatkoztak sokáig. A szigorítás mihez képest? Az eddigi, nézve? Tehát az eddigi migrációs politikához képest, német zöld szempontból ez egy szigorítás. Tehát teljesen másik mozit néznek. És nyilván nehéz ezt megmagyarázni, de a német sajtó azt tényleg arról írt, amikor nyáron ez a paktum először elfogadásra került a tanácsban, hogy ez egy migrációs szigorítás, és a, a, zöldek egymás között azon vitatkoztak, hogy ezt a durva szigorítást ők támogathatják, vagy nem. És ugye végül abban állapodtak meg, hogy na jó, akkor támogatjuk. Tehát ebben az értelemben a baloldali szavazók számára ezt úgy tudják eladni, és úgy is adják el, úgy tálalják, hogy ez egy szigorítás, amit meg kell ugyan hozni, mert sokan követelik. Nem szép dolog, de hát muszáj. Tehát ebből a szempontból van egy ilyen kampány ígéret szaga is, és vannak olyan szavazói csoportok, hogyha megnézzük, hogy a német zöldek ilyen 10-14% közötti sávban mozog mostanában, voltak ők 20 fölött is, tehát hogyha mondjuk pont 19-ben az előző európai parlamenti választáson 20 fölött kaptak a német zöldek, hogyha azokat a szavazói csoportokat magukhoz akarják édesgetni, akik támogatják a migrációt, azt ezzel a stratégiával meg tudják tenni, és ezzel a stratégiával tehetnek kísérletet arra, hogy újra 20% fölé kerüljenek. Ugye mi a század végén évente elvégezzük a projekt Európa kutatásunkat, idén most novemberben fogjuk bemutatni az új eredményeket, és azt lehet látni egyébként, és itt jön az, amit Tamás kérdeztél a válasz, hogy, hogy a Brüssz elitek a jövő évi választásra készülve, vagy most Németországban is lesz választás, vagy tartományi választás, tehát azt, azzal hitegetik a frontországok lakóit, főként olaszokat, görögöket, spanyolokat, illetve a célországok lakóit, németeket, hollandokat, osztrákokat, svédeket, hogy ez a kvóta, ez számukra kevesebb migránst jelent, mert hát el, elvisznek De tőlük. Hát kérdezek egy teljesen De... naiv dolgot. Miért nem lehetne azzal hitegetni őket, hogy mondjuk lezárják a határokat, megvédik a földközi tengert, bekaszlízzák az embercsempészeket, visszafordítják a hajókat. Mert nem ez a cél, tehát ha megnézzük, tehát röviden csak annyit, hogy a, ha megnézzük a kutatásunkat, akkor a, a frontországokban és a célországokban a kvótának valamelyest nagyobb a támogatottsága, mert azt hiszik, szerintem rosszul, hogy a kvóta azt jelenti, hogy majd kevesebb lesz ott a migráns. Amit Levente mondott, az nagyon stimmel. De alapvetően akkor lesz kevesebb, hogyha nem jöhetnek be. Nem? Na igen, csak nem ez a cél. Tehát a cél nem az, hogy ne a brüsszeli elitek részéről, vagy a német elitek részéről nem az a cél, hogy kevesebb jöjjön be, hanem az a cél, hogy egyenletesebben osszák el. Ugye levente azt mondja, és ezt látjuk majd a baloldal részéről az érvelést, ugyanis a hangsúlyt a kiutasításokra helyezik. Tehát amikor szigorításról beszélnek, Németországban 300 ezer olyan ember van, akinek már el kellett volna hagyni az országot, csak nem hagyta el, és azzal hitegetik a németeket, megint persze rosszul vagy tévesen, hogy majd az új szabályozást, ha elfogadják, akkor ezt a 300 ezer Teljesen embert... logikus, teljesen logikus. Igen, tehát mert... kiutasítani nem tudják az országból, de majd. Uh... Az, hát, új, majd az igen, új szabályokkal. Majd az új szabályokkal át lehet őket itt Ugye van egy szóhasználati probléma is, amiről szintén nem, egy nagy probléma. Beszél. Van, hogy elfogyott az első résznek az adás ideje, úgyhogy ne felejtsd el, amit akartál mondani, Jó. és akkor egy rövid szünet után visszatérünk, folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk a második részben is. Köszönjük a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Kiszeli Zoltánnal, Kulifai Mátéval és Szikra Leventével. Leventében folytottam a szót, még a migrációval kapcsolatban szerettél volna pár gondolatot megosztani. Be. Így van, egy gondolatmenetet, hiszen ugye itt arról beszéltünk, és feltetted a kérdést, hogy miért nem utasítják ki őket, miért nem állítják meg őket a határon, miért nem fordítják vissza a hajókat a tengeren. Ugye alapvetően itt egy szóhasználati problémával állunk szemben, ami politika is, tehát menekültnek nevezik őket, és egy menekültet nem lehet, ugye jog szerint sem, meg hát emberi jó érzés szerint sem visszafordítani oda, ahonnan menekül. Csak ugye éppen az a probléma, hogy ezek az emberek valójában nagy többségükben nem menekültek, hanem migránsok, és ezt viszont nem mondja ki az európai elit, tehát a német elit különösen nem. Tehát ebből a szempontból egy vörös posztó, egy, egy, egy lehetetlennek tűnő dolog az ő szempontjukból visszafordítani a hajókat, miközben valóban, hogyha ezt következetesen elkezdeni alkalmazni az európai parti őrség, akkor pillanatok alatt kiderülne, hogy nem éri meg elindulni, mert visszafordítják őket. Nem tudom, hogy kit üldöznek Tunéziában, de mindegy, ez egy másik kérdés. Én úgy tudom, hogy ott nincs polgárháború, tehát biztonságos országnak számít. De nem menjünk bele itt a jogi részletekbe, inkább nézzük a tényeket. Utaltam rá, rá hogy illetve te hoztad szóba Svédországot, és én utaltam rá, hogy Svédországról még szó lesz, ugyanis én emlékszem, hogy 2015-16 tájékán, amikor az első nagy migrációs krízis kialakult, akkor én is, és még nagyon sokan beszéltünk arról, hogy hát azért Nyugat-Európa tele van nógózónákkal. No emlékszem, hogy ilyen sakászerű vonyításba kezdtek a, a sajtó képviselői, hogy ilyen, hogy nógózóna no nincsen. Meg is tudnám nevezni a sajtótermékeket és feketén fehéren levezették, meg, és már megpróbálták levezetni, hogy, hogy amiről beszélünk, az nonszensz, ezek kitalációk. Sőt, még föl is hívtak néhány nagykövetséget, például a svéd nagykövetséget, <laughs> hogy logikus, nem? Önöknél van nógózóna, és hát mit tesz Isten, a svéd nagykövetség azt mondta, hogy náluk biztosan nincsen. No, ehhez képest idén az alábbi tények láttak napvilágot. Ebben az évben 261 lövöldözés fordult elő, és 124 robbantás történt Svédországban. A halálos áldozatok száma jelenleg 34 fő, még nincs vége az évnek. A svéd rendőrség jelentése szerint 61 nógózóna no van, ők ezt nem így hívják, de mindegy, tehát ez a, ez leánykori neve, nógózóna. No hm. És uh, az Euróbarométer felmérése szerint a svéd lakosoknak a 70%-a azt mondta, hogy növekszik az országában az antiszemitizmus. Még hosszan lehetne folytatni a lesújtó adatokat. Én úgy látom, hogy azok a hangok, amelyek vitatták a ógozónáknak a létezését, azok, mintha hogy elhalkultak volna. És ami szerintem igazán döbbenetes, az a múlt heti cikk, ami arról szólt, hogy Svédországban a hadseregnek a bevetését fontolgatják, mert a rendőrség már nem képes föntartani a rendet. Hát csak így. Hát gondoltam, hogy... A gondoltam, hogy, ide teszem aztán. A mostani kormány az ugye papíron egy jobboldali kormány, és még támogatják is őket kívülről a, a svéd demokraták, akik a bevándorlás bevándorlás gyűrűkről híresültek el, és egész Európa ilyen radikál szélső pártnak tekinti őket. Ez a kormány ez pont azzal a kampányigérettel győzött tavaly a választásokon, hogy rendet tesz. Sőt, már az a szociáldemokrata kormány, ami a megelőző nyolc évben kormányzott, és szintén nem büszkélkedhet a közbiztonság növekedésével a kormányzati időszaka alatt is elkezdett már az utolsó időszakban ezzel kampányon, mert ők is érzékelték, hogy ez azért most már, most már feltűnő, hogy milyen súlyos a helyzet. Ezzel együtt az elmúlt egy évben nem látunk sikereket a, a rendteremtés ígéretével a hatalomra került jobboldali svéd kormánytól, hogy nem látjuk azt, hogy ténylegesen felléptek volna ezekkel a dolgokkal szemben. Úgyhogy úgy látom, hogy most a hadsereg az egy ilyen utolsó szalmaszál, amivel most már... Megpróbálnak valamit csinálni. Más kérdés, hogy ez, ez mennyire lesz sikeres, és olvastam biztonságpolitikai szakértőktől azt, hogy egyébként egyre több európai országban már a hadseregnek kell a belső rendet fenntartani, a Belgiumban is például ez a helyzet. Ez egyébként Európának az amúgy sem túl a célos védelmi képességét is csökkenti, mert a hadsereg mással van elfoglalva, és nem a, nem a honvédelemmel, meg nem a gyakorlatozással. Tehát felvet sok kérdést ez az ügy. 2017-ben Donald Trump egyszer azt mondta, hogy hát Svédországról el se hitte volna, hogy ott mit, micsoda dolgok történnek. És ott is már a banda háborúra hivatkozott, mert látott egy riportot a Fox News-on annak idején, és akkor mondja, a hát, Svédország a legbiztonságosabb ország, jóléti állam, minden. És ott is már 17-ben voltak ilyen lövöldözések, amikor a rendőrség megöl egy bevándorló bevándorló fiatalt, aki jellemzően ilyen banda háborúkban, vagy drogkereskedelemben, vagy valami másban érintett, akkor ugye utána földgyújtják a rendőrséget, meg, meg, meg ugye randalíroznak a külvárosokban, ez már akkor is volt korábban is. Nézzük Svédországban, hogyha ugye mondjuk jogállamiságról beszélnek, a mindenről, Svédországban utána lehet nézni az interneten, 14-ben kötöttek a pártok, a bevándorlás párti, vagy mainstream pártok egy alkú, decemberi paktumnak hívják, hogy 8 évre előre, 14-től 22-ig meghatározták, hogy egymás köréből tolerálni fogják a kisebbségi kormányt, és megszavazzák a költségvetést. Tehát nyolc évre előre, akármit mondanak a svédek, ők eldöntötték, hogy nyolc évre előre az ő körükből kerül ki a kormány. Ugye sokáig tartották magukat ez a paktum, az nagyjából működött is, ugye 22-ig, és utána annyira rossz lett a helyzet, hogy fordult pont ugye a svéd demokraták támogatottságával, és ez egy nagyon érdekes kísérlet, mert legtöbb országban elszigetelik ezeket a pártokat. Svédországban a mérsékelt párt, ilyen jobb középpárt viszont elfogadta a kívről való támogatásukat. Mondjuk, az ember megnézi azért ott ez a Országban is volt, vagy Dániában is korábban, tehát azért a bevándorlási helyzet annyira durva már Skandináviában magukhoz képest, hogy, hogy nagy változások vannak, és hát mindig német barátainknak a Dán szociáldemokrata kormány szoktam egyébként példaként felhozni, ahol olyan szabályt hoztak, hogy ha nem európai bevándorlók aránya 10%-nál nagyobb egy város részben, akkor szét kell költöztetni őket, hogy ebből ne legyen probléma. És hát azt látjuk, hogy Svédországban ugye pont az a probléma egyébként, mint az összes többi nógózónával rendelkező országban, hogy ezek a kül a bevándorlók hozzák magukkal a problémáikat. Ugye itt arról van szó, hogy török és kurd bandák háborúznak egymással, hogy megölték az egyik banda főnöknek talán az, az édesanyját, és akkor cserében most a másik banda főnöknek a rokonait kezdik el ö, ö, levadászni, és meg egy szomszédos házat támadtak meg, és a, a cél személynek a háza a melletti házat támadták meg, lőttek rá, vagy robbantották föl. De egyébként ugyanez van, tudom, hogy ilyenkor mindig rázzák a fejüket a baloldali kollégák, hogy hát Hollandiában, Hollandia a világ legjobb hely, egyébként tényleg jó hely, de amikor a, a, marokkói foci csapat veszít vagy nyer, akkor a marokkóiak szétverik a belváros. Vagy mondjuk Németországban most a legszebb sváb vidékeken az eritrei kormány támogató eritrei migránsok, meg az eritrei ellenzéket támogató migránsok estek egymásnak több százan. Bécsben egyébként, ami a legélhetőbb város, lehet, hogy ők szponzorálják a díjat, a legélhetőbb városban egyébként a törökök és a kurdok verik egymást, amikor ilyen sátras ünnepek vannak, és folytathatnánk a sor hogy Franciaországban is, amikor a marokkóiak nyernek vagy veszítenek, akkor micsoda hadacár. És a, a, a visszanyal, mert évszázadokon keresztül az európaiak mentek más kontinensre, és ott rendezték a problémáikat, most, ha jól értem, ezek a kontinensek ellátogattak Európába, és itt a mi földünkön, a mi kontinensünkön rendezik a saját ügyeiket. A repülés tudományban van egy olyan kifejezés, hogy átbukás, az amikor a gép már olyan mértékben zuhan, hogy nem lehet visszahúzni az orrát menthetetlenül becsapódik. Szerinted a svédek elérték már -e ezt a pontot? Hát ez jó kérdés, nem tudom, hogy egy nagyon radikális és keménykedvű svéd vezetés adott esetben tudna ezen változást elérni, szerintem annyira nem, mert nyilván, hogyha már többet generációs bevándorlókról is van szó, akkor ott már nem lehet Svédországban született svéd állampolgárokat mondjuk kitoloncolni, többi, Tehát egy ilyen kedelhetetlen csapdahelyzet áll fönn, ami engem megdöbbent, az a történelmi emlékezetnek a teljes hiánya, vagy a tapasztalatok levonásának a képességének a hiánya, hogy 2010-es években, ugye az arab tavasz kapcsán az Egyesült Államok egy ilyen globális kísérletbe kezdett, hogy mi lenne, hogyha a demokráciát exportálna ezekbe az országokba, ahonnan egyébként most a bevándorlók egy jelentős része érkezik. És a tanulság ennek az egész globális kísérletek, emberkísérletnek, ha itt tetszik, az volt, hogy nem lehet rákényszeríteni ilyen ősi kultúrával, tradíciókkal, történelemmel rendelkező országokra az, hogy demokratikus államformába tömörüljenek, mert olyan feszültségeket hoz, ami a meglevő feszültségeket felnagyítja. Akkor van béke és biztonság ezekben az országokba, hogyha valamilyen szempontból keménykedő és radikális vezetője autoriter rendszer van ott. Most átimportálták, amiket a törzsi háborúkat be az európai demokráciákba, abban reménybe, hogy majd úgy integrálódnak ugyanezek az emberek, hogy itt már ezt a törzsi háborúskozást nem fogják áthozni. Csak hát ez, ez a kísérlet egyszer már megbukott, most ennek az európai vises formája valósul meg, a 2.0, és ugyanezt látjuk csak éppen a mi országunkban és a mi utcáinkon. Egy, nem egy a mi. nagyon rövid kérdés és egy rövid választ szeretnék rákapni, hogy amikor Svédországot nézzük, akkor a nyugat-európai országoknak a jövőjét látjuk. Ha nem változtatnak, akkor igen, én feltételesen mondok igent, de a veszély az fennáll borul, borul a hangulat, tehát azt lehet látni, hogy, hogy any, olyan Németországban azt mondták, hogy megtelt táblát kéne kirakni, de hát amíg nem változtatnak a törvényeken, addig ez lesz, és ahogy mondta Tamás, hogy átbukott, tehát nem változtatnak a törvényeken, állampolgárságot adnak a migránsoknak, onnantól kezdve meg már végre. Meg amíg nem hagyják végre a törvényeket, mert a kiutasítások végrehajtásáról már beszéltünk, hogy az Németországban, de nem csak ott erősen problémás. Ugye Franciaországban néhány hónappal ezelőtt volt egy olyan eset, amikor egy olyan migráns követett el bűncselekményt, mint akit már érvényes kiutasítási határozat birtokában volt, de még mindig Franciaországban volt, és ha jól emlékszem, meg is ölt valakit. Beszéltünk is erről ebben a műsorban. Így van, Meg egy egyébként félig ez végrehajthatatlan is, mert ugye sokszor az van, hogy elindítják a gépet, de ő rajta, nem tudom, hat ember a száz helyet, ugye a visszatolontulásokkor, mert eltűnnek ezek az emberek. Nem a megfelelő nevet. Életkort, meg az országok nem fogadják vissza őket. Ez a, ez a, legérdekesebb számomra, hogy nyilván, ahol túlnépesedés van, ott adott esetben megkönnyebbülés az adott országnak, hogyha az embereik elmennek inkább mondjuk Németországba vagy Franciaországba, és egy csomószor nem lehet őket mondjuk kitononcolási megállapodásokon keresztül visszavinni, mert nem fogadja a saját hazájuk be őket. Na, lépjünk tovább. egyre feszültebb a lengyel-ukrán viszony, ez geopolitikai és egy nagyon érdekes helyzetet állít elő vegyük csak gyorsan sorra. Ugye megszűnt az európai importilalom az ukrán gabonatermékekre, erre ugye Lengyelország, Magyarország, Szlovákia egy kétoldalú tilalmat vezetett be, tehát nem engedjük be az országainkba ezeket a termékeket, ezt zokon vették az ukránok, közölték, hogy akkor ők per, tehát a lengyelek, mindenkinek a nyakába. Aztán erre válaszul Andrzej Duda, lengyel elnök azt nyilatkozta, hogy akkor ők választ nem fognak fegyvert szállítani többé az ukránoknak, Ez később módosította, hogy ilyen lejárt szabatosságú, ilyen, ilyen elhasznált fegyvereket talán mégis, és a, ami talán a legárulkodóbb, hogy mennyire elmérkesedett a lengyel-ukrán viszony, hogy Volodymyr Zelenszky, miután Kanadában volt egy fellépésen hazafelé, Megállt Varsóban és próbált találkozni a lengyel kormánynak a vezetőivel, de nem fogadták. No, persze tudjuk, két hét múlva, kevesebb mint két hét múlva választások vannak Lengyelországban. A lengyel lakosság, amennyire a felmérésekből lehet látni, eléggé feszült az országában lévő sok százezer ukrántól. Mindenféle szociális és egyéb problémákat okoz ez az egész. Szerintetek, hova fog ez a helyzet még fajulni, vagy ti számítatok egy konszolidációra, hogy majd október 15-én megvannak a lengyel választások, és akkor mérséklődik ez a viszony? Szerintem konszolidáció, tehát olyan, olyan szintű biztosan nem lesz, ami azt jelenti, hogy visszatérnek mondjuk a tavaly február végi állapothoz. Tehát ugye Lengyelország valóban adott egy a történelme által legitimált, és részben a geopolitikai érdekei által is alátámasztott érzelmi reakciót az orosz támadásra Ukrajnával szemben, és... Ez fordult ugye át egy nagyon erős ukrán baratságá a lengyel politikai elitben, ami láthatóan mostanra kezdett kifulladni. Ugye szoktunk vitatkozni arról, hogy ez most kampányhúzás a kormány oldaltól Lengyelországban, vagy egy őszinte felháborodás az ukrán politikával szemben. Én egyébként azt gondolom, hogy őszinte a felháborodás, de ha még úgy is van, hogy kampányhúzás, az, azt tartom nagyon fontosnak, hogy ezt tartják okos kampánystratégiának, ezt tartják olyannak, amivel többséget tudnak szerezni a lengyel társadalomban. Ez azért arra utal, hogy valóban van társadalmi elégedetlenség a, a lengyel társadalomban Ukrajnával és az ukrán menekülteknek a nagy számával szemben is. És, és nyilvánvalóan, amikor, a, a lengy, amikor az ukránok már sokat alkalmazzák azt a taktikát, hogy jól beszólnak valakinek, majd megkérik, hogy akkor segítsen, az a lengyeleknél is most már kiverte a biztosítékot, és nyilván nyilvánvalóan a Lengyelország nem lesz hajlandó tökönteni a mezőgazdaságát, csak azért, mert Ukrajna ezt kéri tőle, tehát azt gondolom, hogy az ukrán diplomáciának a hibái, azok még az ukránok irányában nagyon nyitott lengyel álláspontot is megkeményítették. A Pew, researchnek volt egy friss kutatása, talán most jött ki a napokban, ami pont azt mutatja, hogy Lengyelországban tényleg érdemben csökkent az ukrajna iránti támogatás, ugye ezt használja ki a Konfederácia nevű párt, ez egy kisebb párt, amely az ukránokkal szemben kritikusabb, mint a lengyel közvélemény egésze, és szerintem igen, tehát amit mondtok, azzal a egyetértek, hogy a, a PISZ ezt fedezte föl, hogyha olyan 35% körül van a kormánypárt támogatottsága, hát ugye a többség kéne, mert múltkor nyertek 38-40% körül támogatottsággal alacsonyabb részvétel mellett, most feltétlenül magasabb lesz a részvétel, ez azt is jelenti, hogy ha a konföderáciával kell koalíciót alkotniuk, amely ukrán kritikus, akkor feltétlenül ez nem csak egy kampányhúzás, hanem ez valahogy beépül a lengyel politikába, Ukrajnával szemben. Azért itt a baliberális média elhallgatja azért azokat a részleteket, hogy azért nem feltétlenül őszinte a lengyelek rajongása az ukránokért, vagy fordítva, egy rövid példát hadd mondjak, hogy például a lengyelek azt mondják, hogy hát nagyon is, hoz, szívesen látják ugye az ukrán menekülteket, az ukrán gyerekek tanuljanak lengyelül az iskolába. Lengyel iskolában lengyelül, és majd akkor lengyelek lesznek. És akkor mondják az ukránok, hogy hát örülnek, hogy befogadják ugye a, lengyel az, a lengyelek az ukrán gyerekeket, de majd megszervezik a távoktatást nekik ukránul, hogy ne lenne, hogy maradjanak meg ukránoknak. Tehát van ez a vita, és ugye nyilván rengeteg olyan dolog van, amikor a lengyelek megszüntették például azt a támogatást, hogy a magánházaknál az ukránoknak, a ukrán befogadott ukránok után adtak egy napja azt 80 zlotit, akkor ugye ezt megszüntették, ezzel az ukránokat, hogy dolgoznak, hogy rögtön a munkaerő hiányt ugye lehet ezzel pótolni. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amiről itthon nem tudunk, és mégis azt látjuk, hogy azért a lengyelek amellett, amit csinálnak, azért a saját pecsenyéjüket is sütögetik azért azzal, amikor korábban két millió ukrán vendégmunkás dolgozott náluk, most ugye akik érkeznek, azokat is próbálják a, a, munkaerőpiac felé is terelni, ami nem baj persze, mert nyilván jobb, ha egy ember dolgozik, mint ha nem dolgozik. Az ukránok ugye sokkal nagyobb arányban dolgoznak, mint a migránsok, tehát azért ez is egy jó szempont. És nem De... lehet az, hogy <coughs> Ez a belpolitikai, uh -huh. mármint a lengyel belpolitikai Igen. olvasata a dolognak, ami szerintem valid, tényleg választások vannak, hát hova figyelnének most a pártok, hanem arra, hogy a választók mit szeretnének hallani. De nem lehet esetleg az egész mögött egy olyan dolog is, hogy csak gondolatkísérlet következik, hogy Ugye a lengyelek úgy gondolták, hogy eljött az ő nagy idejük, eljött a, a nagy történelmi idő, amikor a szerepet átvehetik kelet-közép vagy közép-kelet Európában. És eltelt másfél év, ez az ukrán hadjárat, hát mondjuk úgy, hogy nem halad valami túl sikeresen, mégiscsak orosz katonák vannak továbbra is Ukránföldön egy négy-öt hónapja tartó nagy ukrán ellen, ellen vagy gyakorlatilag elbukott, és tehát nem ígérkezik egy sikeres projektnek, miközben már rengeteg pénzt bele kellett forgatni, és van egy másik veszély, hogy mi van, hogyha nyernek az ukránok? Hát akkor lehet, hogy valójában az ukránok lesznek a közép-kelet-európai vezető erő, és nem a lengyelek. Hát ugye számszerűen nagyjából ugyanannyian vannak az ukránok, fel lesznek fegyverezve, erősek lesznek, nagyobbak, élvezik Amerika támogatását, hogy nem lehet, hogy egy féltékenység is föltámad bennük, hogy esetleg, tehát hogy a, a, az esetleges győzelem a lengyelek számára mégsem kedvező? Hát részben ez is igaz lehet, de ha egy fokkal hátrébb megyünk, akkor lehet akár amerikai vagy európai szándék is a mögött, hogy ez a konfliktus éleződjön. Azért itt a lengyel köztévé egyik munkatársa szellőztetett meg egy olyan sejtetést vagy elméletet, hogy mi van akkor, hogyha az ukránokkal történt egy olyan hátsó szobás egyesség, hogyha segítenek megbuktatni a lengyel kormányt, akkor egy ilyen gyorsított módon az EU-ba jobban fel fogják tudni őket venni, mert másképp nehéz megmagyarázni azt, hogy az ukránok az egyik legszorosabb szövetségűsökkel egy, nem mondom, hogy kicsi ügy a Gabona ügy, mert nagyon nagy ügy, de azért az egész háborús támogatás tekintetében meg csak egy piti ügy van úgy felnagyítva, hogy egészen az Enszig megy Volodymyr Zelenszky, hogy Lengyelországot azzal vádolja meg, hogy színpadot ácsol egy moszkvai színész számára, vagy nem tudom, hogy pontosan fogalmazok-e, hogyha az ukrán államfőt idézem. De ez egy nagyon durva sértés, a lengyelek számára, is ilyen provokációt, annyi, sok butaságot elkövetett a, a, az ukrán diplomácia, de ez nekem inkább tudatosságot sejt a sorok mögött, hogy valamiért egy diplomáciai lépés van abban az irányba, hogy a politikai kampány kellős közepén egy olyan képet alakítsanak ki a lengyel kormányzó párttal szemben, ami akár a bukásukat eredményezheti, és itt visszaivatkozok, hogy nem véletlen ezek a radikális szólamok megerősödtek a magyarországi parlamenti választások kampányának a hajrájában is valamiért. még említetted ezt az ukrán uniós csatlakozást, ezt mennyire látjátok reálisnak? Most már azért nyugat-európai az politikusok, vezetők, brüsszeli vezetők úgy beszélnek erről, mint tényről Holott azért Hát minimum azért pár sorskérdés fölmerül. Tehát egy, egy, háborúban lévő országnak a csatlakozása. Szerintetek ebből lesz-e valami? Ukrajna vagy, hogyha, ugye... Bocsánat, vagy ha nem, akkor miért kerül elő ez a téma? Jelenleg tagjelölt Ukrajna, és a tagjelöltségről tudjuk, hogy azért önmagában nem jelent semmit, mert van több tagjelölt is, akik már évtizedek óta várakoznak, ugye Törökország talán a rekordere ennek a, ennek a műfajnak. Tehát valóban azért ebből még nem következik semmi. Van szándék arra, hogy felgyorsítsák ezeket a folyamatokat, és mondjuk Ukrajna bizonyos tekintetben valóban hamarabb túllépjen ezeken a folyamatokon, de azért itt több tucat fejezetet végig kell tárgyalni ahhoz, hogy a tagság megvalósulhasson. És többek között itt valóban olyan nagyon fontos kérdések is fel kell, hogy merüljenek, mint mondjuk a kisebbségi nyelvhasználatnak a kérdése, amit Ukrajna egyáltalán nem biztosít most a területén élő kisebbségek köztük a kárpátaljai magyarok számára, miközben az Európai Unió természetesen, hogyha legalábbis komolyan veszi a saját előírásait, akkor ezt el kell, hogy várja tőle. És akkor ez még csak egy dolog volt, mert a, akár a korrupció elleni küzdelem, akár a, a, bíróságok függetlensége, akár ugye jelenleg pont a háborús helyzet miatt pártok betiltása, tehát nagyon-nagyon sok olyan szempont van jelenleg Ukrajnában, ami aktuálisan... De miért? Ezt én mind értem, de akkor miért? Tehát milyennek az üzenetek kinek, és mit üzen? De nagyon fontos, amit a Máté mondott, hogy a, hogy a lengyel választás arról dönt valójában, hogy Lengyelország amerikai támogatással folytathassa -e a középhatalmi ambícióit. Ők ezt trimáriumnak hívják, hogy nagyjából tíz országot akarnak maguk mögé sorolni, az ukránokat is, hogy Lengyelország a németekkel és az oroszokkal szemben egy ilyen középhatalmi pozícióba kerüljön. Még egy gyengülő Németországgal szemben is gyengébb maradna, és az atomhatalom Oroszországgal szemben is. Pláne, ha az oroszok minimum helyzettel jönnek ki ebből a háborúból, akkor katonailag sem. És ugye nagyon nagy meccsek zajlanak. Tehát a lengyelek Dél-Koreával működnek együtt, és dél-koreai fegyvereket akarnak Európában eladni, dél-koreai technológiát, hogy visszafizethessék azokat a borzasztó nagy hiteleket, amit a dél a fegyvervásárlásokra fölvesznek. A németek ezt nem akarják, és amit mondtál, abban van logika, hogy a németek Tuszkal vissza akarják sorolni Lengyelországot a sorba, hogy ne egy középhatalom legyen itt, ami mondjuk Ukrajnát integrálja, vagy, vagy gazdaságilag integrálja, akkor ugye megerősödne, meg akarják duplázni a GDP-üket, 500 milliárd 1000 milliárdra, ami még mindig messze lemarad a németek 3000 milliárdjától, tehát messze a fasorba sincsenek, de ugye az, az irány számít. És ezért adja magát a logika, hogy a Tusk az, az, ezt a lengyel ambíciót föladná, és visszasorolna az európai fősodorba. Nyilván ez magyar szempontból is érdekes, ugye, hogy a hetes cikkei szerinti eljárás vagy más szempontokból. De ez az egyik része a történetnek. Az uniónál pedig azt tudjuk, hogy ameddig nincs mélyítés, addig nem lesz bővítés. Most a múlt héten jött ki a francia-német szakértői papír, abban ugye leírják, hogy amit a nyugatiak akarnak, hollandok, franciák, a németek nem annyira, hogy legyen egy maga Európa, hogy ez a Schengen jövezet eurozóna lenne, és akkor, mint a hagymának a héjai, hogy távolodunk el tőle, az ukránoknak, moldávoknak, többieknek, nyugat-balkániaknak, ugye Macron azt ajánlotta, hogy van az európai politikai közösség, egy ilyen tagság light, hozzáférhet a közös piachoz. Ebből most De... azért nem menjünk bele, mert Jó. ez nagyon messze, egy nagyon érdekes téma, és szerintem legközelebb majd erre sort kerítünk. Én csak annyit tennék ide, hogy szerintem, ha ég a házad, akkor lakberendezési kérdésekkel nem érdemes foglalkozni. Tehát először már azért van itt elég nagy, sok probléma, nem nagyon látom, hogy egy ekkora erejű reformteret hogyan lehetne keresztülvinni, de erről beszélünk majd egy másik műsorban. Viszont történt most azért hétvégén egy sorsdöntő szavazás Szlovákiában. Nagyon kevés időnk van arra, hogy ezt megvitassuk. Én csak annyit kérdeznék, hogy a magyar progresszív, magát progresszívnak nevező sajtó úgy a Ficót, átvéve a nyugat-európai mainstream szóhasználatot, hogy Ficó orosz párti miniszterelnök jelöltje, tehát most már pártvezető. Szerintetek az-e, illetve mire számíthatunk mi magyarok a szlovákiai választást követően? Szerintem Ficó nem orosz párti. A, ő is azt látta, ami, ami, a helyzet, hogy az ukrán offenzíva kifulladt, vagy lesz egy negyedik ukrán hadsereg, amit a nyugat föl tud szerelni, vagy nem lesz, ugye most fogdossák össze az embereket, fegyvert már nem nagyon tudnak adni, mert Európában már nincsen, az amerikaiak meg nem akarnak adni, minőségi fegyvert legalábbis nem, tehát ilyen szempontból azt látta, hogy, hogy, hogy lehet még Ukrajnába investálni, de nem biztos, hogy megtérül, tehát a nemzetgazdasági szinten, vagy, vagy politikai szinten, a másik pedig, hogy ha Szlovákia továbbra is ez folytatja, hogy mindenüket odaadták, a repülőiket, a légvédelmi rendszereiket, akkor ha ezt így folytatják, akkor Szlovákia gyengül, ahogy az Európa nyugati része, a háború párti része Németországgal együtt gyengül, és ugye azok, akik ebből kimaradnak, vagy más politikát folytatnak, erősödnek, és hát a szlovák, Ficó szerintem szlovák párti, nem orosz párti, mint hogy a magyar politika is békepárti, és magyar párti, mert a Magyarország érdekét kell nézni, Ficó meg azt látja, hogy ha lengyelek a saját érdeküket nézik, a magyarok a saját érdeküket nézik, a románok meg mindig fordulnak jó idő Ben, tehát megvannak ugye ezek a finnek is fordulnak jó időben, akkor megvannak ezek a taktikák, a Szlovákiának akkor nem a német érdeket vagy az atlantista érdeket kell nézni, hanem a szlovák érdeket. Egy mondatra maradt lehetőség. A kérdésem az, hogy szerintetek a szlovák politikai változások azok visszavezethetik a Szlovákiát a V4-be vagy V3-ba? Hát nagyon remélem, hogy így lesz, de azért én óvatosságra intek Ficóval kapcsolatban már csak a múltja miatt is, de az mindenképp örvendetes, hogy az a fajta atlantista progresszív irány, ami, eh, amit már választások előtt szinte győztesnek hirdette ki, az, az elbukott, és ez egy örömteli dolog. Nem kell bízni Ficóban, de az biztos, hogy könnyebb lesz vele együttműködni, mint az elődjével. Így van. Annyit még lezárásképpen szeretnék hozzátenni, hogy nem, valószínűleg nem Ficó lesz ugye a miniszterelnök, hanem ö, nagyobb valószínűséggel egy koalíciós partnere fogja majd adni ezt a pozíciót, de erről majd egy későbbi adásban szintén fogunk beszélni. Ennyi fért bele a 48 percben. Köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az m és a hírodóhu addig pedig tartsák szárazon a puskaport.